A Nyíksze megalakulása után a fiú szakákban kezdett el foglalkozni a fiatalokkal, majd nyitottak a lányok felé is. A 11-12 éveseknél még szerepelhetnek vegyes csapatok, aztán viszont már külön válik a két szakág. A Nyíregyházi Egyesületnél jelenleg mintegy 50 lány kosarazik, az egyesület vezetése pedig keresett egy erős szakmai partnert, amelyet a DVTK Kosárlabda Akadémia személyében talált meg. Az együttműködésről szóló megállapodást szerdán írták alá a felek. Közös néven indulnak az U11, U12-es és U14-es korosztályú leánycsapataink, méghozzá Nyíksze DVTK néven szerepelnek majd a regionális bajnokságban. Ehhez kapunk egyébként némi tárgyi támogatást, labdákat, mezeket, és természetesen nagyon erős szakmai hátteret, hiszen mind a kiválasztásnál, a toborzásnál is jelen lesznek a DVTK szakemberei, valamint edzőinket is képzik, a gyerekek edzőmérkőzéseken vehetnek részt a DVTK-nál, a kiválasztásokra meghívást kapnak, szóval figyelemmel kísérik a szakmai munkát itt nálunk, a DVTK szakemberei, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb már Euroligás csapatba és válogatottba, illetve a DVTK NB1-es csapatához is kerülnek majd nyíksés lányok. Az idei szezonban az Euroligában szereplő, a Magyar Bajnokságban alapszakasz győztes DVTK akadémiája is profitálhat majd a kapcsolatból. Mindenhol tud tanulni az ember, én azt gondolom, tehát ez abszolút független attól, hogy mekkora egyesületről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy a Nyíksze minket választott, és azt gondolja, hogy partnerek tudunk lenni egy ilyen együttműködésben. Elsősorban nyilván nem titkoljuk, hogy a mi célunk az, hogy ebben a régióban is megtaláljuk azokat a tehetséges utánpótláskorú lányokat, akikből akár profi kosárlabdázót, vagy akár utánpótlás, vagy felnőtt válogatott szintű játékosokat tudunk képezni. Elsősorban ez volt az, ami minket motivált ebben az együttműködés megállapodás megkötésében, de természetesen azt gondoljuk, hogy más egyéb területeken is, akár a szakmai oldal tekintve együtt fogunk tudni működni, és egy közös gondolkodás által fejlődni, illetve fejleszteni mindkét egyesületben a gyerekeket. A Nyíksze U12-es fiú csapata a közelmúltban Szarajevóban vett részt egy nemzetközi tornán. 30 csapat volt csak U12-es korosztályban, tehát U12-es korosztályban 30 csapat 6 csoportban versengett. Éppen néhány pont hiány maradtunk le, tehát pontkülönbséggel a 8-as döntőbe jutásról. 4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyernünk, és ez azt gondolom minden várakozást felülmúl, főleg annak tükrében, hogy egy sokkal agresszívebb és szabadabb kosárlabdát játszanak, tehát a szabályrendszer abban a korosztályban még nincs úgy lekorlátozva, mint itt Magyarországon. Az elnök még elmondta, hogy május 26-án ismét megrendezik a józsavárosi streetball pikniket, szeptemberben pedig nemzetközi U14-es fiútornát rendez majd a Nyíksze.